Marakinga Villő Történetek című kiállítását mutatták be istentisztelettel egybekötve vasárnap Öreghegyen. A művész bibliai témákat dolgoz fel, és célja Istent közelebb hozni az emberekhez a művészeten keresztül. Tavasszal a Tiszteletes Úr lehetőséget biztosított a Keresztút című, vagy hát 15 stáció című kiállításom megrendezésére, és most a Magyar Festészet Napja alkalmából keresett meg, hogy örülne egy kiállításnak, és én ezért az akvarell anyagomat szerettem volna Fehérváron egységben kiállítani, hiszen itt még ez így nem szerepelt. A Márkó S. Mária Emlékalapítvány által szervezett tárlat megnyitóján a művész alkotói hátterét is megismerhettük. Pár évvel ezelőtt, amikor a lezárások voltak a Covid időszakban, akkor az életkörülmények, a szobában töltött sok idő, és az a helyzet, hogy akvarellel egyszerűbb volt megoldanom a festést, mert olajfestészet, ugye műtermé körülmények, meg egyéb más dolgok is szükségesek. Ezért elkezdtem egy apró vázlatsorozatból a körülöttem lévő tárgyakban elmélyülni. A kiállítást Schrenk Rita Anna képzőművész nyitotta meg, aki a fiatal művész életéről, barátságukról is mesélt, és a művekből is részletes elemzést adott.